svédi szentpéri hatodik vasárnapján, mi az egyházban a tömegkájékoztatás irányába is, és így köszöntjük Péter évét, hiszen az ő szolgál, és kikérdi az, hogy az Isten igényében mi elhangzik, mi lelkitáplálik, személyiség keretében is, ez megosztva van elektronikus úton, tehát az egyház is hirdeti, hogy Isten igényében mi lelkitáplálik, az bármilyen formában van fogyasztható az emberi lélek számára, és ezt nem csak otthon tudjuk megvalósítani, amikor Szentírás, olvasom Bibliát, hanem amikor bárhol az interneten képernyőn mi is képesek vagyunk meglátni az Isten igényének a vigasztalását. Ezt a szentmisét felajánlom. Annak Imre is volt egy szülőkértés, lányok, napirendértés, nagyszülők lehetünk vér. Mindenható Istenek vannunk, négyért, a 21. szentmiseként, a kopogó szentmise, rámizott, aki a témája minden hívő tagjáért is. De mielőtt részesedünk ebből a legszentebb áldozatból, tekintsünk magunkba, vizsgáljuk a lelkiismeretünket, és helyezzük szívünket Istenünk irgalmára. Thank you.
bennetek, Urunk, feltámadására különnek. Engedd a cselekedeinkkel minden kívületre váltsuk, mint az emlékezéssel felirít. Nem írunk Jézus Krisztus a Te fiadát, akivel én is rakjuk a Szent Lélekkel egység. Isten mindrögtön örökké. Amen. Thank you.
milyen jó kiszolgál bennünket,
és átfogóan keresett vagyunk, képesek vagyunk cserélni Istennel. És sokszor, amikor nagy dolgokat ígérünk, vagy teszünk az utat utána, mi hajlamosak vagyunk visszalopni is magunknak. És hát régen Szentpéternél vihar volt, a szilícium vezető, ugye ezt ruháik alatt mondták, nagyon kényelmetlen eszköz volt, hogy ennek emlékeztessék magukat arra, hogy itt a Földön nincs meg minden, főleg ami unalandó. És hát mi is talán keveset vállalunk, és az Isten gondviselő is megenged dolgokat az életünkben, hogy megtapasztaljuk azt is, hogy milyen imasz, amikor kell a masz, és kényelmetlen. És még lehetne sokan helyzeteket, hogy mennyire lenne bennünk az Isten arra, hogy képesek legyünk mi magunkat legyőzni másokért. Ugye amikor most a járványban az ember megtapasztalt azt, talán Húsvétban is mondtam, és ott a Golgotánál szépen látszik, hogy szenvedésbeli megpróbáltatás, ugye valakit közelebb vihet Istenhez, valakit pedig eltávolítja tőle, hogy ez a jobbulatra és a balra, az Úr Jézus mellett, hogy a jobbulatra megállta a lehetőséget, még abban a helyzetben is, és elnyelte Mennyországot hivatalosan, és hát a vallatot pedig ugye tovább szívta az Isten az életével. És hát az 50% ez most is érvényes, hiszen amikor bemondásoknál tartunk, akkor valaki meglát el a bezártságban a lehetőséget az életében, nagyon sokan mégsem tudtak mit kezdeni magukkal, hiszen ha leomlik a látszólagos életünk, az ember felépít, akkor előbb-utóbb szembe kell nézni önmagunkkal, a lehetőnek a legaljával. És persze Isten azt is látja, hogy nem akarunk neki megmutatni, hogy amitől gyengének érezzük magunkat, de Isten elismer ki bennünket. Ezért bátorítja ki az evangéliumot apostolait, hogy a vigasztaló az új szintre fogja majd emelni az Istennel való barátságban is. És hát szükségük lesz a vigasztalásra, fontosan akkor, amikor szemben kell nézni majd önmagukkal. És a vigasztaló is emlékeztetni fogja őket, minket azóta, hogy a lelki életbe bele kell fektetni. Hiszen az ember nem fektet bele a lelki életébe, ha csak kimerül egy vasárnap szentmisében, vagy bármi másában, akkor nem igazán fogunk lenni boldog és derűs keresztények, hiszen Isten sem fog csodát elhalmozni bennünket. De abban a pillanatban, hogy az ember meg minimumon kívül is lehetőséget adni Istennek az életében, akkor meg fogjuk tapasztalni az Úrban is, hogy mennyire képesek vagyunk a lemondásra, mennyire képesek vagyunk önmagunk legyőzésére másokért, és hogy mennyi minden képesek leszünk elviselni, türelemmel, szerénységgel és főleg kedvvel. Amen. Testvéreim, most pedig nagy bizalommal valljuk meg hitünket Istenünkben. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mindennek és Földben, minden láthatónak és láthatónak teremtőjében. Hiszek az egyikben, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyában született, az időn kezdetén, és az Isten
Thank you.
Thank you.
irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnket, Jézus Krisztus a mi csőséges elvétét.
Igen, ilyen pályázatokon dolgozunk, vállalkozásokon köszönöm, pillanatnyi pillanatszerűnek, önkéntes munkájukat, és hát ott is szomszédunknak a segítségét, amikor annyira fáradt, hogy megkapom az igen, a kulcsot az alkoholítások, hogy reggel a menetben van az. Szóval egy papírt aláírni, hogy fizetni, hogy nem kapom a fogítást, akkor nem kapom, és ezt sikerült megmondani. Szóval az üdvözlés volt, hogy telefon is jött a segítségét, azt köszönöm a kedves hívetnek. És a Vámos család onnan sikerült, hogy a templom összefoglalás első lépés, hiszen már fent, bárkányi kormányzat kapott, és a kultánokat a héten, szépen lépésre költözni, és ez azért jó érzés. Már kapcsolódunk plébániák életében, meg a kapista lemondásban, de érdemes olvasni a Szentírást, mert sok példa van abban, hogy Jóisten az sokkal többet értékeli a lemondásokat, mint az áldozatainkat, hogy a szentek életében is van bármilyen kihetetlen. És ahogy imádkoztuk a litániát, hogy a május hónap a boldogság szüleinek a hónapjuk, hogy fordulunk bátran Gyuri édesanyjának, hozz bizalommal. És hát az esküvő keresztelők is megengedtek, nyilván az esküvők azok már elvettek, de a keresztelősek nagyon nagy bátran el akar jelentkezni. Most pedig fogadjátok az áldásokat. Menjetek!